On the beat so twinkin', bitch. Üdvözlök minden kedves nézőt! Itt vagyunk a FIFA 15-tel, és akkor... igen. Azt akarom mondani, hogy... Ma a mai nap folyamán megjelenik majd a FIFA 16 demo verziója, amit én mindenképpen le fogok tölteni, és a holnapi nap folyamán megpróbálom megcsinálni, hogy milyen videótesztel, hogy kipróbálom. És hát ja, mert most van, azt mondja, hogy 18 óra 7. Hát még azt hiszem egy videót még konvertálni kell. Azt még feltöltöm, és közben majd ezt a videót konvertálom. Úgyhogy az úgy jó lesz, és akkor azután, hogy feltöltöttem ezt a videót, letöltöm a FIFA 16 demo verzióját, és akkor majd csinálok egy ilyen videótesztet, ilyen első reakciót, hogy mi változott, meg mi nem, és hát megpróbálom majd max grafikán megcsinálni. Remélem, hogy futni fog, de hát a FRAPS miatt biztos, hogy laggolás lesz. Szóval csodát ne várjatok, hogy nem fogunk laggolni, mert biztos, hogy fogunk. Szóval, ja. És akkor kezdődjön a mérkőzésünk szerintem, mert hát nem vannak kitevek most a játékosaink, de fontos meccselében nézünk. 2-1-es hátrányból vágunk neki ennek a mérkőzésnek, szóval muszáj lenne nyerni. Nekünk az 1-0 is jó, mert akkor már továbbjutásra állnánk. Meglátjuk, mi lesz. Közben Aguero-val rúghatunk szabadrugást. Tyűha! Alig lőtted fölé. Ez mellé megy. Nem. Ó, de betette. Mint Gyugyi. Na jó, annyira nem. Na hát ugye Messi és Aguero, a két argentin, és mind a kettőnk közül 10-es a Messi száma. Ez miatt is lesz érdekes ez a párharc. Ugye egy Wales és egy brazil húzza a 9-es Messi számot, és ez viseli. De a Messi nagyon megindul, már is ott egy helyzet, és jó, hát rávetődik utána a labdára. Ez szép támadás volt a Barcelona részéről, közben Gareth Bale indul a labdával. És Sterling szabálytalanul szerezte meg a labdát. Adrianóval szemben történt az eset. Piqué. Aztán ott egy veszélyes visszapassz. Ez meg egy szép felszabadító rugás. Gareth Bale dobhat. És semmi. Jó, elviszik. Egy gyönyörű játék. Sterling. Ez egy szép labda, de Iszkónak pedig hosszú. Ettől függetlenül egy szép támadás vezetett végig most a Manchester City, az más dolog, hogy nem jutottak el lövésig. Ha. Júj, hallod, Busquets majd biztos azt fog cserélgetni. Szabályos a Freysa játékvezető szerint. Az egy gyönyörű labda volt, Vidal. Köszi. De... elrugom a labdát, és így előszabályt ítél. Nem már, Gajának kell rá figyelnie, és szabadulás. Gyerekek, ez mindent befúj, nekem meg semmi. Jó, ezt megérdeztem, Spoli. És megsértettél.
Ugyan egy beadás is, vezet a Barcelona 3-1. Lionel Messi a gólszerző. 1-0-ra vezet idegenben a Barcelona. És ez nekünk most nagyon veszélyes. Sterling, hoppá! Gabriel Bravo üti ki a labdát. Egy szép, nagy repülős mozdulattal. Ez pedig kijön a kapujából, Bravo! De nagyon rosszul. És szöglet lesz megint most a túloldalról. Iszkó szöglete. Száll a labda. És persze, hogy megtalálja a labda Messit. Ez az. De miért nem megy a gálya, amikor... Hite! Az idegesítő váltogatása játékosoknak, nézd meg! Jó. Nem hiszem el. Milyen egy szar játékot. Amúgy meg remélem a 16-ban már javítják ezt a kezezéses dolgot. Mert amit ebben műveltek, a fejlesztők az itt nem semmi, hogy bármire állítasz, sosincs kezezés, nem fújja le. Hű, mekkora védés! Hart. Hatalmasad véd. Ramirez bombájánál. Hű. Hát emberek, ez szerintem a az év védése lehet. Közelről elő, erősen, magasan. És egy kézzel simán kiüti. Juhartal is. Hát annyira nem simán. Azért mégiscsak nagyon-nagyon kemény lövés volt. Aguero, még mindig ő. És még mindig ő. Ad egy indítást. De Jesus Navas nem tudta jól átvenni, nem tudott egyáltalán kapu közelébe kerülni annyira. Navas, hát ez mi? Jó, végezd de. Hát most látnátok a fejemet. Úristen. Nagy nehezen befújja azt a rohadt szabadot. Én megmondom, akkor gyorsan végezzük el, és akkor vezessünk egy jó kis támadást. Jó, megint Messi fejel, aki alacsony, de mégis ő fejel. Ami ugye azért elég érdekes számomra. Jó. Bél, nagyon szép, Bél. Ott lett a helyzet, Bél. Ott a kipattanó és egyenlít a Manchester City. Ezzel felhozva a hátrányát 3-2-re. Összesítésben Aguero gólszerző. A két argentin 10-es mérkőzés két gólszerzője, de nem 2-0-ra vezet. Egyik csapat sem vezet 2-0-ra, hanem 1-1. 6 gólnál tart a BL-ben. Sergio Aguero. Piqué cselezget, hallod? Ilyet Piqué látszavarosságban. Sterling. Nagyon szépen indítja Bélt. Bélt még visszahúzni sem tudják, mekkora lövés is, mekkora gól! Gareth Bél mekkora gólt varaja a jobb felső sarokba. Megfordítja a mérkőzést a Manchester City és ezre egyenlít. Hosszabbításra el a mérkőzés. Bél, húj, de fölrakta. Az ilyen lövésekért. Kellett meg bennem Gareth Bale. Hát eddig nem igen mutatta meg, hogy mit tud. 16-oson kívülről, tehát távolról. Most igen. És hát ez most nagyon durrant. Egy gól a mérkőzésen. Bármit megvár, mindent eldönthet. Akárki szerez gólt, az már nagy, közel járhat a továbbjutáshoz. Aguero pedig nem tudja átvenni. Rendesen. Messi, aki most vezetés szerez. Annak nagy esélye van, hogy eldöntse a mérkőzést. Közben Busquets. Busquets lövését blokkolják. Még mindig ott pattog a labda és Vidal. Sterling, úristen. 20 percre nyomtam azt a passz gombot. És oda nyomta, és az oda passzoltóval először nyomtam. Szóval. Hát emberek, azért a Bayern München 2-0-ra vezet a Valencia ellen,
fazai környezetben. Aguero. Szép feladatka Bilal. Bél meg tőle kapja. Gerett Bél kop irányába. Benn érkezik Aguero is. Jön a beadás, ott a fejes és 3-1-re vezet a Manchester City. Isco. Gerett Bél lement az alapvonalig majdnem. Aztán onnan tudta beadni. Isco kapufát fejel onnan, de mondom befelé pattan. És jelenleg továbbjutásra a Manchester City. A Barcelona, hogyha rúg egy gólt, akkor már a Barcelona fog továbbjutásra állni. De hát az nagyon kell hajtania a katalánoknak. Kiejtheti a BL-ből, a negyed döntőből a Barcelonát a Manchester City. Nagyon közel állnak hozzá. És hát a Barcelonát egyelőre még nem ütötte ki, nem ejtette ki egyszer sem. Negyed döntőben angol csapat, vagyis hát ha jól számoltam. Nem tudom. Hát hogy hülyeséget mondtam, mert ez csak úgy eszembe jutott, de hát valószínű, hogy igen. Tehát volt. Isco. Elakad a labda. Montoyában. Az pedig vajon kié lesz? Hammersnak kell visszafutni, hiszen Deulofeu elindult. Hammers nyeri egyelőre a párbajt, ott a fejes. Kirúgás lesz. És akkor cserélünk egyet. Hammers szerintem leviszem, mert kicsit azért már fáradt, és akkor belső védők, és akkor Otamendi helyet cserél Baragannal. És jöhet Nasri Arturo Vidal helyére. Vidal is már kicsit fáradtabb volt. Mérkőzés elején is. Állítsunk alapra. Nasri elindult tök friss emberként. Az szabálytalan volt. Sergio Busquets kaphat egy sárgát. És kap is. Mondhatni jogosan. 4-3. Összesítésben a mérkőzés. 2-re kikapott az első mérkőzésen a Manchester City. Ezzel a meccsen viszont 3-1-re vezet. Viszont mi van vissza. Bőfél óra. Navas blokkolják a lövését, szöglet lesz. Hát olyan távolról nem hiszem, hogy kaputált van, és itt van Eden Hazard. Ugye, egy beadás, Nasri fejel! Claudio Bravo örébe. Ment a fejes. Jó, hogy vártam úgy magától is, mikor be van állítva. Hart. Baragán. Navas. Bél. Sterling. Aguero inkább megfordul. Azt az irányt jobban szereti. Aguero blokkolják a lövést. Ez pedig egy nagyon veszélyes passz. Nem láttam, hogy ott van a gyerek. Sterling. Nasri. Lövőhelyzet. Blokkolják. És hát beleértek. És szerintem Aguirot lehozom, mert elfáradt ő is. Mondjuk egy kicsit még váratok vele a 80. percig. Állítunk védekezésre. Aztán ki kéne valahogy bírnunk vagy húznunk. Nagyon kéne ez a 3-1-es győzelem, nem kaphatunk gólt. Közben Gaia labdát szerez és elindul. Visszapattan oda a labda, de Aguirónak nem jó. Nem oda jött a labda, ahol ő szerette volna. Nagyon szép szerelés. Isco, ez is szép. Ramirez. Hopp, egy beadás. Nincs fejes. Barcelona játékostól. Sterling. Elindul a támadással a Manchester City. Sterling. Nasri. Gerett Bale kapja. Bale kop irányába. Bale még mindig. Bale lövi rá. Oly! Bravónak kellett védenie. Dobhat a Manchester City. Isco végezheti el.
Aguero, Gajának. Bekről ad a 16-oson belülre. Nem sikerül ülni. Át akarta venni a 16-oson belül a labdát. Belül a labdát, pontosabban azt akarom mondani, csak össze-vissza hallatszik. Navas! Nem értek bele. És akkor most jött. Mária. Jó, Aguero helyére jön a Vargas, Edu Vargas, felhozzuk. Jó, maradjon még csak a sima védekezés. Eduardo Vargas tehát a pályán. 6-1 a védések aránya. Claudio Bravo és Joe Hart összehasonlítása. Vargas, Sterling. Így is jó. Bél kapja. Hű, Gareth Bale az a jobb láb. Hát ha azt a kaput, mint olyan jó 10 méterrel följebb tudják valahogy elhelyezni. És hát ugyanúgy egy 10 méterrel arrébb. Hát akkor ez kaput talált volna. Na! Nagyon nagy hiba a védelemtől. Ramírez. Hoppá, Nasri. Ilyet nem szabad. Nasri lepattan Jordi Alváról, ha jól látom, hogy volt az. Messi. Iniesta. Bekül a 16-oson belülre, megpattan a labda. Így Hart föl tudja szedni. Viszont még a Manchester City-nél a labda. Ryan Sterling megindítja Eduardo Vargas, eldőlhet a mérkőzés. Ez a mérkőzés sem arom, hogy is eltert és mellé rúgja. Vargas. Eldőlheted volna a továbbításra a Manchester City-nek, így még van egy kevés esélye a Barcelonának, a katalánoknak. Nagyon kell most hajtani ebben az pár percben. Szép sarkozás, kockázatos, ugyan az úgy lesz, az úgy lesz. Nem azért fúj? Nem. Akkor szabadrugással jöhetünk. Gaia, előre kell rugni, így van. Elindul Vargas. Megint lőhet. Gyönge. Laposan középre. És itt a vége a mérkőzésnek. A Manchester City megnyerte a mérkőzést 3-1-re. Azután, hogy 2-1-re kikapott. És ezzel ők jutnak tovább. Ez a bajnokok ligája elődöntőjébe. És onnan lehet, hogy megvan az esélyük arra, hogy bejussanak a döntőbe. Látok majd eldől. Hogy kijut oda be, és Gareth Bale 9,4-es értékelést kapott, az egész pályán részt vett, és a Bayern 6-1-es összesítésben kiejtette szépen a Valenciát, akivel várjál, az úgy hogy lehet? Ja, értem, én most más csapatot néztem. Tehát megint nagyon-nagyon szoros mérkőzésen, ugyanúgy 4-3-ra ejtettük ki az ellenfelünket, és kaptunk az FA Kupa miatt 360 000 eurót. Ez nem olyan kevés. És motiváljuk a játékosainkat a Liverpool elleni mérkőzésünkre. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a BL-ben kivel kerülünk össze az elődöntőben. Németek is küldenek. Ha? Nyerjük meg a izét. Jó van. Nem fogadjuk el amúgy. Megnézzük a kalendáriumot. És a Bayernnel kerültünk össze. Viszont még lesz a Liverpool-al és a Southamptonnal mérkőzésünk. Nem tudom, ottól leszünk a Liverpool ellen meg. Amúgy is addig terveztem, mondom ezt a karriermódot a FIFA 15-ben, amíg megjön majd a 16. Már onnantól ugye majd az Ultimate Team. Amúgy úgy terveztem, bakker kikaptunk. Balotelli dupla, az igen. Szép volt. Úgy terveztem, hogy mivel kapok majd a 15 darab
packet, tehát csomagot az Ultimate Teamben, hogy azokat az első videóban fogom kinyitni, ahol akkor majd meglátjuk, hogy milyen csapatom lesz, és az reméljük, hogy jó lesz, és reméljük, hogy sok jó játékosokat tudok kihúzni. Azért az durva lenne, hogyha abból a 15 ajándék packből én kinyitnék egy Messi-t, és az egyből ott lenne vagy egy Ronaldo-t, vagy egy Suárez, vagy Ibrahimovic, vagy Neymar, vagy nem tudom, és hogy azok ott lennének egyből az első Ultimate Team-es csapatomban, hát az tényleg, hogy durva lenne. Hú. És megint kikapunk, hát mi a rák? Hey, nem, azt kellett volna, nem hetszelni ki a játékosokat. Hú, nagyon nagy meccs vár ránk. Nyerni kell. Győzni. Győzni kell. BL88-as, akár csak Aguero. Hű, várjál. Nem épültek még fel a játékosok? Nem. Jordi Alba is még sérült, Royce is sérült. Tehát két kulcsjátékosunk hiányzik. És akkor a következő videóban az elődöntőben fogunk szerepelni a Bajnokok Ligájában a Bayern München ellen. Hát szerintem nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, mert nagyon jó csapat a Bayern. De hát ha idegenben megint rúgunk egy gólt, akkor a hazai meccsen már nem lett túl nagy baj. És hát ugye Lewandowski vezeti a góllövő listát, 10 gólnál tart. Remélem Aguero tud mesterhármas szerezni, akkor lenne neki 9, és akkor feljönne a második helyre. Hú. Hány játékos választott többet tőlünk? Egyet se. Az igen. Mennyi izé játékos? West Brom. Figyeld, 1, 2, 3, 4 West Brom játékos. 1 Swansea, 1 Southampton, 1 West Ham, 1 Norwich, 2 Norwich, bocsánat, 1 Tottenham és 1 QPR játékos. Hú. Legyűrtük, gyerekek, a Barcelonát 3-1-re. Úgyhogy hátrányba kerültünk a mérkőzés nem tudom hányadik percében. Messi góljával. De aztán egyenlítettünk, fordítottunk és rúgtunk egy harmadikot, amivel eldöntöttük a továbbjutást. Hú. Amúgy meg nem tudom tényleg, hogy mikor fog pontosan kijönni a FIFA 16 demója, de ha kijön, egyből letöltöm és már is majd próbálok csinálni videót róla, ilyen videóteszt, ilyen tesztelem a demót. Hát valószínűleg ilyen női csapatokkal fogok játszani az első mérkőzésen. Hát mindegy, akkor ott majd találkozunk. Hogyha tetszett ez a videó, akkor azt jelezzétek egy lájkkal és egy feliratkozással. Én pedig akkor köszönöm a figyelmet, én nem voltam. Sziasztok!